Több ezer hívő látogatott el a Szeretett Láng Fesztiválra Mária remetére augusztus 30-án. A Mária tisztelők országos találkozója közös rózsafüzérrel kezdődött a szabadtéri oltárnál Kemenes Gábor atya elmélkedéseivel. A Szeretett Láng kegyelmi hatásáról az ördögűző tevékenységben Guido Martirani atya tett tanúságot. Délben az úrangyala elimádkozásakor Eszterházy László plébános azzal az imával ajánlotta Szűz Mária oltalmába az országot, mellyel őse Eszterházy Pál nádor tette ugyanezt a törökök kiűzése után. Síje Jenő dalszerző, öt gyermekes családapa zenés tanúságtétellel szólította meg a híveket a családban megélt és megélhető Mária tiszteletről. Böjte Csaba ferences szerzetes közel egy órás előadásában a szülők és gyermekek kapcsolatára is felhívta a figyelmet. Az egésznapos program ünnepi szentmisével zárult, melyet Cserháti Ferenc esztergom budapesti segédpüspök, a külföldön élő magyarok püspöke mutatott be. A Szeretett Láng Fesztiválon készült felvételeket megtekinthetik a Bonum TV műsorán, és megrendelhetik DVD-n a Bonum TV közönség szolgálatán.